Hát szép jó estét kívánok, ismét szerda van, sőt, igazából már csütörtök, és megjött a tevőmről, és bár még nem néztem meg, hogy mi ez, de néztem több Twitch streamet, és a kedves látogatók már elspoilerezték, úgyhogy tudom, hogy a Top 3 nevű tevőmről lehet most számítani, ami számomra azért különleges, mert én május 11-én a Top 2 nevű tevőmről volt az első, amivel játszottam, és én azon a héten kezdtem a Hearthstone-ozást, úgyhogy számomra ez egy különleges dolog, hogy valami hasonlót újra lehet játszani, és akkor azzal rengeteget játszottam, emlékszem, hogy nagyjából 112 győzelmet csináltam. Most azért nem fogok annyit játszani vele, viszont igen, hát a top 3, ahogy erre számítani lehetett, és amióta tudom, hogy ez van, már elkezdtem fejbe gondolkodni, hogy mi lenne a legjobb kombó erre, és nagyon sok ötletem van, amit lehetne csinálni, és most mégis egy mage-zel fogom elkezdeni. Azért, mert valami hasonló csinálunk, mint ami legutóbb nagyon ment, úgyhogy de most nem Jhinával, hanem Medivh-vel. És legutóbb az volt, hogy Arcane Missile, Mana Worm, és nagyjából ezzel a kombóval lehetett tolni. De most úgy gondoltam, hogy emellé mondjuk beteszek még egy Novice Engineer-t, vagy egy Arcane Intellect-et. És szerint így, vagy a másik lehetőség az, hogy az Arcane Missile helyett egy Sorcerer's Apprentice, és még talán ez is működhet. Mert így ugye van benne laphúzásunk, a Mana Worm-ok erősödnek, és kevesebbe kerül a laphúzás. De szerintem azért mégis valahogy így kellene ezt csinálni, vagy még esetleg el tudnám azt képzelni, hogy Frostbolt, Arcane Intellect és Sorcerer's Apprentice, úgyhogy még vannak ötleteim. A többit pedig majd meglátjátok, mert hogy még írtam össze legalább 6 kombinációt, van ebben Paladin, Druid, Rogue, Hunter és Warlock, és még van olyan, ami még gondolkodom, hogy lehetne, de próbáljuk meg így, aztán nézzük, hogy mit csinál. Na, lássuk. Láttam mindenféle pakli ötleteket, az egyik egy, ami a legizgalmasabb volt számomra, az egy diszkolokkos történet volt. Na de mindjárt meglátjuk. Az intellekteket most egyelőre eldobom, hát a kapok kukacokat. Na, és mindhárom lap van a kezembe. Na most miért lesz a coin? És nem. Nyilván. Most a kukacot tegyem ki. Ne tegyük ki a kukacot először. Emlékszem, hogy a májusi alkalommal volt olyan, hogy mágussal voltam. És pont ezt találtam én is, hogy Svashbuglárral kell játszani. Eddig nyilván ismerős lehet az ellenfélnek. Kíváncsi leszek, hogy mi a másik és a harmadik lapja. Igen. És van 3 manás. Na gyere. Igen, erre is gondoltam. Hogy ő full randomra veszi a figurát. Én annyira azért nem. Én fixen ugyanazokkal tolom. Mondjuk valószínűleg neki lesz most itt így valami fireball vagy ilyesmi a kezében, és akkor nekem végem van, mint a botnak. Legalábbis a kis 4-3-as kis kukacnak itt a kezemben. Na, és van-e preparation-je? Mert igazából az lenne a nagyon izgalmas, hogyha az még lenne. De úgy tűnik, hogy... Eltok egy intellektet. Túl sok a kukac a kezemben itt, úgyhogy... Attól tartok, hogy rogue barátunk a következő körben fog valami nagyon aljassággal készülni, és akkor nekem tényleg végem lesz. Mondjuk ez eddig 4 kör. Tény, hogyha most nem virít valamit, akkor vége van. Igen, Sorcerer's Apprentice-re is gondoltam, és Frostbolt. Ügyes. Na,
És hideg vérrel ki leszek végezve, ha jól látom. De... ehhez azért már lesz egy-két szavam nekem is. És így jó. Azt hiszem, hogy a következő körre nem sok esélye van, ha csak nincs a kezében mondjuk Venice vagy ilyesmi. Vagy mondjuk a Skullcare se elég neki. Na? Mit van még? Remélem Flamestrike-ot kapott, csak mondjuk ugye az két körülmúlva tudja csak kijátszani, úgyhogy addigra vége lesz. Flamelance, az nem rossz. Jó, hát de igazából teljesen mindegy már a történet, ugyanis. Ez még van. Még egy kukac. Hát akkor biemeljünk így szépen, ahogy az kell. És itt a vége. Hát akkor úgy tűnik nem csak az asztalon, hanem a valóságban is működött ez a kis gyors pakli. És így 5-6 kör alatt ezt meg lehetett nyerni. És itt a pakli. Na de, nem adjuk ilyen könnyen magunkat, csinálunk egy másik paklit. Jó. És ebbe pedig teszünk vele egy kis random faktort. Az Arcane Missile-okat lecserélem Babbling Book-ra. És... arra gondoltam egyébként, hogy valójában az Urdrake-kel kellene játszani az Arcane Intellect helyett. Csak ugye azzal az a gond, hogy oké, van lentest az asztalon, meg spell damage, viszont húzok lapot is vele. De ez így mana hatékonyabb, úgy érzem, úgyhogy próbáljuk meg ezzel. Ez, ebben nagyobb lesz a random faktor. De szerintem így izgalmasabb lesz a történet. Mondjuk megnéztem volna, hogy a rogue mit csinál, de valószínűleg egyébként ez a tevemről megint arról fog szólni, hogy gyakorlatilag a mage-ek, mint én, fogják uralni a tevőmbrolt, és mindenki mana vörmözni fog. És én fogok kezdeni. Három kukac. Szép. Kérek legalább. Uha. Na lesz-e Insta Conceed? Hello there. Nem találtam a köszönést. Hát ilyet. Na, hát akkor tükörmeccsezünk, jó? És coin egy. És jönnek a missile-ok. Nem. Jó. De ez már trade. És így nem tudok mit csinálni, ugye bár az a legnagyobb probléma, úgyhogy pakolni tudok és semmi más. Nem kapok Babbling Book-ot, az a legnagyobb probléma. És így meg azért mégiscsak vicces lesz. Ő meg most jön mindjárt az Arcane Missile-okkal, és nekem van végem. Vagy nem? Forbidden Flame. Forbidden Flame-re én is gondoltam. De ez most neki azon ki, hogy erősíti őket, miért jó? Ja, ezért. Nincs több kérdésem. Jó. Na nézzük a Babbling Book-ból mit kapok. És Flame Strike-ot kaptam belőle, ami nem annyira vicces, mint amennyire az lehetne. Jó, hát itt kikaptunk, az van. Ez a Forbidden Flame-es megoldás, ez jó volt. Csak nem fogunk eljutni a hetedik körig, ugye, hogy tudjuk használni ezt a remek lapot. És a Forbidden Flame itt tényleg jól működik. No, azt hiszem, hogy ezt így nem is fogom tovább erőltetni, mert hogy gyakorlatilag itt kikaptunk tényleg, mert... My magic will tear you apart. Spells are fun, so fear. És...
világon semmi értelme nem volt ennek. Amikor full top deck módban van, nálam meg ugye van két lapúzás is, de mit érek vele, hogyha gyakorlatilag össze fogja verni az arcomat? Például így. És így gyakorlatilag meghaltam. Maradni kellett volna az előző felállásnál, attól tartok. Na jó. Mi jutott még ezt? Mit szerettem volna még ezt? A Webling Book Mana Wormos történet ez nem működött. Még egy apprentice-est szeretnék. Hogy, tehát, hogy azt csináljuk, hogy az Arcane Intellect marad, a Babbling Book nem, viszont egy Sorcerer's Apprentice-t beteszünk. És akkor így még lehet értem a történetet. Na nézzük meg. Aztán, hogyha ez sem működik, akkor valószínű egy elmebeteg Hunter dologra fogjuk belevágni. De az még a jövő zenéje, és még szeretném a Warlockot mindenképpen megmutatni. Mert az még érdekesen hangzott, legalábbis a beszámolók alapján. Ez jó, csak spellem nincs. És legalább ugyanaz, mint az előbb? Nem. Na, amit még ki szeretnék egyébként próbálni, nyilvánvalóan Melchizar. Hogy vajon Melchizar mennyi lapot rak a paklingba, de szerintem azért csak ötöt. Tehát valószínűleg nem az van, hogy... Ó, ez valami új. Igen. Wow. Na most ők erősítik egymást. Zseniális. Ez nagyon ügyes. És így ebbe az a nagyon szép, hogy le is tudják szedni a kukacot mindjárt. És az apprentice is, de az a gyakorlatilag full trade van. Annyi. De ezt lehet, hogy én is ki fogom próbálni. Bár ugye kettő kettesek, tehát sok értelme nincs. Igen, és ő még így ad magának, de magának csak nem ad. Jó. Hát most lepingelem és kiteszek egyet. Ez eddig még nem olyan vészes, mint az előbb. Az előbb ilyenkor már majdnem meghaltam. De ez jó ötlet. Na most, ha kiteszem az apprentice-t, akkor pont kettőbe kerül ez. És én itt le tudom kapkodni. Következő körre nyilván le fogja pingelni, tehát hogy én is azt csinálnám. Csak akkor ugye már öt lesz. Ethereal Arcanist. Tehát lesz spellje. Hogy csináljuk ezt? Ezt mindenképp ki kell rakni. Egyet. Igen. És... kettőt. Jó. Tökéletes. Na, hát akkor most az van, hogy... egy trade, egy arc. Na most őt így is, úgy is leszedi. Úgyhogy őt trédelünk vele, megyünk arcra. És a következő körbe kerülök még egy apprentice-t. Manoverben megint trédel nem kell. Ennyi. Szóval, még egy apprentice. Egy kukac. És hát húzzunk. Na, ez úgy tűnik, hogy működőképes.
Jó. És misplay, de most teszem ki csak a végére. Jó. És őt becseréljük, beütünk. Ez egy izgalmas játék lesz. Jó, na szóval a kukacot kirakjuk. Kirakunk még egy apprentice-t. Rakjak ki még egyet és legyen ingyen. Jó. Végülis a kezemben még elfér. Jó. Nagyon jó, és így gyakorlatilag ki tudnám millálni magam, de nem fogom. De hogy őt trédeljük. És a többi meg megy arcra, hogy kell. Szerintem ez a legjobb kombó. Jobb, mint az Arcane Missile-os az előbb. Jó, kicsit lassabb, de mondjuk ez akár apró lényekkel nem tud működni. Na, és van Ice Blockja. Well played. És már well playezik. De ez... Attól nem hagyjuk meg... vagy átverni magunkat. Mert kétlem egyébként, hogy az ott nem Ice Block. Jaj már! Pedig beszerettem volna fejezni még egyet. Na jó, hát ilyen az, amikor feladják. Ja, na, akkor aranyat is begyűjtöttünk, jó. Ennyi lett volna most a mágus. De hát folytassuk mással. Ezt a decket így egy-egybe eldobnám. Igen. És nézzünk valami aljas Huntert. Ugye a Hunternek vannak hatékony lapjai, viszont gondja van a laphúzással. Na most... amivel lapot lehet húzni, az egy régi nerfelt kártya, a Buzzard. Ugye bár egyébként kingelekezhetünk, csak ugye az a gond, hogy nem tudok elég magas lapot rakni bele. Big Shot-tal ugye üres nem lesz a kezem valószínűleg, úgyhogy valószínűleg buzzardozni kell. És a Buzzardon kívül pedig arra gondoltam, hogy például Timberwolfozhatnánk egynek. És egy másik pedig lehetne, mert hogy sok Timberwolf erősíti egymást, és az tök jó. És mondjuk lehetne hiéna. Timberwolf, hiéna. Végülis Beastnek Beast. Most Animal Companionozhatunk is, csak sok mana. Tehát egy egymanás, egy hárommanás, vagy egy ötmanás lény. Nem vagyok benne biztos, hogy jó. Vagy lehetne még aljaskodni Desert Camel-lel. És akkor Desert Camel minden egyes esetben lerak egy manás Timberwolfot az asztalra. Csak ez mondjuk a hatodik körtől fog tudni elkezdeni működni, amikor már a Buzzard is lent van. Nem tudom, hogy ez feltétlenül jó ötlete. Aztán lehetséges, hogy Kindly Grandmother-rel kéne játszani. Próbáljuk ki így először. Aztán majd meglátjuk, hogy mi. Hogy ez összejön. Na nézzük. Hogy Rexar, hogy boldogul a top 3-mal. Rexar versus Anduin. Na nézzük, milyen priestünk van. Let the hunt begin. És megint én kezdek, ez olyan hihetetlen. Jó, egy Kindly Grandmother-t meghagyok. Legalább második köröm legyen, hogyha véletlenül csak bazárdokat kapnék. Na legalább van Timberwolfom. Ez már jó, és kettő is. Jó, kezdjünk Timberwolfom. Aztán lehet, hogy egy full zoom-t kellett volna csinálni, és akkor Timberwolf Abusive Surgeon. Ez nem rossz. Ez nem rossz. Ilyen Discover Man, egyébként Tom Spider volt a másik, amin gondolkodtam. Flash.
Tehát, vagy Jewelry Scrap-ben. Szerintem még azt ki fogom próbálni mindenképpen, mert végülis három monás kártyát Discover-ről. Nagyjából arra számítottam. Áú, ezt elrontottam. Közéjük be kellett volna rakni Timberwolfot, de igazából teljesen mindegy, mert nincs következő köröm úgyse, úgyhogy... Remélem Buzzardot másoltál. Hát ilyen lopós priest vagy, mint általában a priestek, ugye. Aha. Na, csak így nem tudom, hogy neki ez miért érte meg. Mert most ott a Buzzard, hát úgyse tudom kirakni. Viszont... most... Jó. Priest barátunk nem bírta ezt a lelkileg feldolgozni ezt a hatalmas szinergiát, amit itt sikerült előadni, és még a Buzzardot nem is látta a pakliban. Jó, tehát ez működik. Kindly Grandmother-t szerintem kiveszem, és a Jewelry Scrap-et. Egyébként még egy Murloc pakli, ha majd meglettem a Tiny Fin-t, szóval egy Murloc paklit meg valószínűleg csinálni fogok, mert ez mindenképpen érdekes. Hogy valami olcsó Murlocokkal, hogy lehet, de hol a Scrap? Hol vagy, te szemét? Ott volt. Csak benéztem. Igen. Szóval egy manás, két manás, öt manás, és valószínűleg annak ugye jó nagy a randomos faktora. Még az a kérdés, hogy vajon kis sárkányos paklit lehet csinálni, de ugye a Fairy Dragon gyakorlatilag a legkisebb sárkány, hát nem tudom, és akkor egészen el tudunk menni Death Wingig, csak ugye az meg nincs. Ó, és a következő, igen, trollon én is gondolkodtam, hogy nagyon jó lenne, illetve trollon, hát sámánon, hogy jó, nem kérjük, tehát azt mondom, hogy Tunnel Trogból, Lightning Boltból, és Ancestral Knowledge-ből mondjuk lehetne egy remek paklit csinálni. De most szerintem ő Tunnel Troggal fog kezdeni, és nem. Remek. Coin Scrap? Hát... talán most az Anticoin rendőrség nem fog megölni. Zubot. De... legyen Zubot. Reméljük, hogy harmadik körre lesznek kint bíztjeink. Na, mit raksz kettőért? Spell. Jó. De én ezt a spell tankot, amit azt, vagy mi ez? Nem flame tank. Rat of Earth, én őt lekapom. És egyébként hatalmas misplayt adok elő, de igazából nem volt értelme. Na most, hogyha lightning boltja van, akkor kikaptunk. És most jön a lightning. És nem. Jó, ez egy szép játék volt. Deadly shot, most tényleg. Lehet, hogy kelleni fog egyébként. Én most valószínűleg ezt nem fogja beáldozni, de ez a Maelstrom portálos dolog, ez így most szép volt, ez tetszett. És igen, Unbound Elemental. Akkor valószínűleg van még valami overloados története. Na most, Zubattal tudok neki adni egy-egyet, aminek semmi értelme az éged, hát a világon még így is úgyis meghal. Viszont azt ki tudom játszani, hogy egy scrub. És egy dead. Na és ez így elég jó. Vajon mi a harmadik lapja? Hát nem fog kiderülni most sem. Viszont bazárdok mindenhol. Nem van, de lementál mondjuk le tudja szedni, ez az egyetlen bajom ezzel. És még bele sem hal rendesen. Úgyhogy ez úgy nem jó. És most jön a lap, amire vártunk. Feral Spirit. Jó lassú ez a
cucc viszont működik, és ez verhetetlen kombó. És innét haltunk meg. Mert én most kirakom a Scarabeust, és kaptam ki a kommandot, amivel az ég egyet a világon semmit nem érek. Vagy hát ennyit. Na és innét jönnek a végtelen ütések az arcra. De egyébként nem tudom, miért az Unbound Elemental lehet játssza, és miért a Matanált Roggot. Mert szerintem több értem van, bár mondjuk az Unbound Elemental ugye elvileg életerőt is gyűjt, nem csak attackot. Talán ez az értelme. Igen, jó számod az ott 7 arcra. Na most hogy csináljuk? Hetem van. Még egy. Ó, oh, tulajdon. Such synergy. Much wow. Na, és akkor most jöhetnek, és szépen le lehet minket szedegetni a fenébe. De nem fér ki kettő egyelek meg. Mondjuk nem is érdekel, csak egy. Igen. Az Unbound Elementálok szépen felfejlődtek, és akkor majd most lehet csemegézni a kis friss vathúsunkból. Na gyertek. Igen, abba nem halsz be. És ezt kellemesen le tudod szedni. Igen. A másik kutyát szed. Na igen, úgy. Na igen, és akkor innét jön az, hogy innét jön a probléma. Hoppá. Dretz kell még. Bár nem fog már minket kihúzni a csávából valószínűleg, de azért mondjuk egy izgalmas fordulat. Hát fordulatot se hozhat, legalább valami izgalmas szint az egészben. Ez a Discover dolog ez egyébként így tök jót tesz, meg színesíti a paklit, csak nincs benne akkora összhang, és ugye nincs benne három manás removal spell a Hunterből, amivel ez igazából működhetne. Ez ugye azért rossz, mert most egy darab Feral Spiritet tudok leszedni, hogyha a Dreadskillet kirakom. És leszedem a sajátjaimat is ám. Tehát, hogy őt most kirakom. Őt is kirakom. És senki nem halt bele, ugye. Ez az egyetlen probléma. A healing totem meg vissza fogja mindjárt healelni őket úgy eredetire, úgyhogy gyakorlatilag Dreadskillből több kellett volna. Jó, de hát ugye ezt nyilván be tudja ütni, és akkor vége van a történetnek. Hát és a spell damage miatt még befér ez a kis Murloc evő Hungry Crab. Na, üssél még. Üssél még, ez az. Mi van, Miss Lethal? Szép. Az incredible, basszus. És ő kapott répát. Na jó, és ez volt a legszélesebb asztra, amit az a meccs alatt láttunk. Ez egyetlen probléma, hogy én nem ütöttem arcra. Tehát...
De ez a Feral Spirites dolog, ez jó móka és kacagás. Mert ugye overloadol is. Mondjuk ezt Stunlet Rock-gal ki fogom próbálni. Szerintem az ugye legjobb. Vagy még a másik dolog, amin gondolkodtam, hogy taskertot, amiket teszek be. És hogyha van ment taskertot, amik, akkor ugye bármilyen random tatonát hívhat, például Mana Tide-ot is, vagy Flame Tangot is, és akkor... Na most BM-elsz tényleg, hogy te most mindent le tudsz szedni. Azon gondolkodom, hogy milyen lenne csinálni egy olyan aljas paklit, amiben Doomsayer az egyik lap. Na, ez így vicces. De őt már nem tudjuk kirakni. Na jó, szóval, hogy folytassam a gondolatmenetemet, milyen lenne, hogyha Doomsayerekkel raknánk tele egy paklit, a Doomsayereken kívül pedig lenne valami late game minion benne, tehát mit tudom, valami, amit a 10. körtől lehet kijátszani. És akkor azzal mondjuk tök jól el lehetne lenni, azzal így csak pakolnánk ki a Doomsayereket, csak pakolnánk ki, és akkor a végén meg majd lesz valami. Például ezt Hunterre egyébként el tudnám képzelni. Mit tudom, Call of the Wild, Doomsayer, és még esetleg a Gladiator's Longbow. Ugye a Gladiator's Longbow az 7. körös, a Call of the Wild az 8. körös. A Beast volt egyébként? Igen, Misplay. Zsoltik a Misplay Fesztivált ad elő. Húzzuk ki a Swarmert csak azért, mert vicces. Egyébként a legeslegszarabb Beast ever. Még egy ilyet. Tehát hihetetlen. Majdnem a... De erről már egyszer meséltem, hogy majdnem nem tudtam megcsinálni a Magic Mirror-os heroikot, mert ahhoz ilyen hulladéklapok kellettek volna, mint a Swarmer, vagy az Aristatue, vagy ilyesmi. Most egyébként nem tudom, hogy miért szórakozik, mert mindjárt megunom és konszídelek a francba. Kicsit meguntam. De elhiszem, hogy nagyon élveztem, már a 3. körtől nem igazán. Jó. Na most. Próbáljuk ki ezt a Doomsayer-es történetet. Sőt, van még egy jobb ötletem. Bestial Rat és a Giant Sandworm és Doomsayer. Mondjuk az első 8 kör lesz nagyon végletesen unalmas, gondolom. Aztán majd meglátjuk, Doomsayer ugye 2 manás. Így. Na. Gyakorlatilag ugye Bestial Rat-et tudok adni a Sandwormnak immunitást, és ezzel végig tudom verni a teljes pályát. Már hogyha kerül föl. Ezt mi kipróbáljuk Hunterrel. Soha jobbkor, azt hiszem. Már csak annyi a történet, hogy gyakorlatilag minden körben kell, hogy jöjjön egy Doomsayer, ami nem biztos, hogy meg fog történni. De ezért 3 körönként egynek ki kell jönnie, 9. körön pedig virítjuk a kezünket és megmutatjuk, hogy mi a játék. Hát na, ebbe egy Doomsayer sincs, és az nem jó. És majd az lesz a jó, amikor kirakom a Doomsayert, mint a 4. körbe, és majd Hero Power-ozom. Mondjuk ugye itt egy jó elsőkörös passzal fogunk indulni.
Az lesz a végtelenül izgalmas, hogy ugye gyakorlatilag a 8. körig szintet elleszakezünk. Mert ugye addig nem tudunk kirakni Giant Sandwormot. Jó. Na és akkor nézzük, hogy pakol-e. Jó, hát én is ráérek. Az idő igazából nekem dolgozik, úgyhogy a mágussal szemben. Csak ő ezt még nem tudja. Nem hiszem, hogy lesz... Jó Flame Waker? Na gyere. Na akkor most tedd össze, mit van. Mondjuk, ha van két Arcane Missile-ja, és mindkettő betalál, akkor az a map elég szépen le tudja szedni. Nem fog betalálni mind, és leszedni sem tudod. Ez egy jó passz. Mondjuk ez csúnya volt, mert már 15-nél tartok, ugye? Kezemben pedig gyűlnek a dolgok. Neki meg fogy a kezem. Egyébként erre a Flame Waker-ös történetre én is gondoltam már. Na, de ha így haladunk, nem éljük meg a következő. Igen, ez a legnagyobb probléma. Ha az ott a kezében két Arcane Intellect, akkor kikaptunk. És nem fog kiderülni, hogy mi milyen aljasságra készültünk itt a 8. körben. Hát... Nyilván belövi. És még az Arcane Missile-okat is. Jó. Jó 8. kör. Igen, és itt a vége. Sajnos nem tudtuk bemutatni, hogy mit tudunk. Igen. Mi más tudtam volna csinálni ezen kívül, úgyhogy ez a dolog ez nem működött. Na, próbáljunk meg még egy dolgot, és legyünk mi is aljas sámánok. A sámánt az előbb láttuk működni, inkább warlockozzunk, aztán majd utána, ha még lesz kedvem, akkor sámánolhatunk. A warlockra úgy gondoltam, hogy nyilván a Melchizar's Imp, egyértelműen. Azon kívül egy Soulfire és egy Fist of Jaraxxus. Jó. És elméletileg ugye ebbe az a jó, hogy Melchizar's Imp-t lerakjuk, a Soulfire-t kijátsszuk, az 4-es seb, ez discardol egy kárdot, és a Fist of Jaraxxus meg még 4-et, és a Melchizar's Imp pedig húz ezek helyett egy lapot. Úgyhogy ez így elég jó, szerintem. Ez egy remek discardos történet, még esetleg azt lehetne csinálni, hogy a Fist of Jaraxxus helyett betenni a Silverware Golemet, és akkor gyakorlatilag egy elég széles asztalt építeni. Nem tudom, hogy ez mondjuk esélyese, bár ez így nagyon jó lenne. Soulfire-t kérek az elejére, és nem kapok. Pedig az most így első körben az úgy nagyon csúnya lett volna. Ha-ha-ha. Szóval, más az árzény.
I greet you. Oké. Erre is gondoltam, hogy lehetne innen vételni. És Mildruid, csak te a legszarabb ellenféllel csinálod a millezést, barátom. Ugyanis én ezt most kirakom. És ezt betolom. Nekem csak egy manás, illetve egy és négy manás lapjaim lesznek. Ő nagyon szarul fog járni, hogyha ő ezt játsza. Mondjuk Soulfire-ből lehetne több a kezemben. Ó! Jó, na akkor most figyelj, barátom. Egy. Kettő. Na, valami ilyesmire kell számítani. Következő kör ugyanez. Mesazars Impact lerakom. Soulfire. Következő. Köszönöm szépen, hogy húzol nekem lapokat. Annyira édes vagy. Igen. És még kettő. Húzol nekem még. Én nagyon jól fogom bírni ám. Jó. My hand is too full. Jó. És van még innervét. Jó. Millezhetünk, de... De a millezés alapvetően ő fog szarabul járni, én azt hiszem. Jó, hát... My hand is too full. Remek. Nos. Egy darab más az Ars Imp. You are not the boss of me. És akkor kezdjük. Őt. Mondjuk én is millelem magam ugye rendesen, úgyhogy... Jó. Na jó, kicsit trédeljünk belőlük, mert sok lesz a lap. És akkor innét van baj. Mert nem tudom, hogy ő mennyit fog húzatni velem. De ő se gondolta ezt szerintem komolyan. Igen, és akkor most ez 3 mínusz élet. 1, 2. Igen. Igen, akkor ebből lesz még 2. Igen. 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 Na és akkor én itt vége van, gyerekek. Jó, hát nyilván nem húzatok magammal lapokat még, úgyhogy... Jó. Soulfire arcba. Nem nyert. Még egy Soulfire arcba. Hát, ez egy gyakorlatilag saját magamat nyírtam ki, szép volt Rod. Lehet, hogy nem a más az Arzimpa legmegfelelőbb történet erre mégsem. Próbáljuk meg újra. Mondjuk, hogyha nem... gondolom, hogyha nem Mildruid ellen játszottam volna, akkor ez a dolog összejön, de... Gul'dan versus Medivh! Tanulság. Nem rakunk ki olyan sok impet. Ez igazán vicces volt. Soulfire-t kérek. Ez egy erős kezdés, azt hiszem. Jó bemutatkozása.
Még jobban örültem volna, Fist of Jeraxxus dobja el. A következő körben legrosszabb esetben húzunk. Hát ugye elméletileg. Igen, hát ezt nem tudjuk kijátszani. Ezt meg nem akarjuk. Jó, hát következő körben akkor majd Fist of Jeraxxust játszunk. Erőnek erejével, ha már máshogy nem megy. Gyere. Ó, klasszikusan Freeze Mage-ra vetted a figurát? Nekem az is jó. Na ezt figyeld akkor. Ez egész jó. Na és következő körben bármit is csinálok, szinte ünnepsága, Medivh meg fog halni. Legalábbis így gondolom, aztán majd meglátjuk. Mondjuk én jól széthúztam már a paklimat. Hát most végig frostboltolhatod őket, de azzal sokat nem érsz. Igen, hát ez eléggé hümm. Mert Soulfire, két Soulfire-t bejátszom és nyertem, tehát hogy nem nagyon fogsz tudni mit csinálni szerintem. Hát természetesen. Igen, még egy és még egy Ice Lance. Ezzel a közelében nem vagy, drága barátom. Remek. Ó, hogy ez most csak BM-elés volt, értem. Jó. Na, akkor ha nem Millek ellen játszunk, akkor még ez a diszkólokkos történet is működik. Ez így zseniális. Na, akkor még egyet fogunk kipróbálni. Mégpedig azt, amit Rogue barátunk is játszott az imént. Ezt még szerettem volna megnézni. Méghozzá az úgy néz ki, hogy preparation kell hozzá, ugye? Most vagy a Sveshboglár, vagy egyébként lehet, hogy Journey Below-val is lehet nem játszani. Lehet, hogy a Journey Below nem akkora hülyeség. Csak akkor megint nincs ugye gyakorlatilag laphúzásunk. Ugye a Bulgárról az a jó, hogy ő is random, tehát mindkettő tök... Csak az egyiknek a Battlecry, másiknak Death Rattle, akkor Bulgár lesz. És mi lenne a Fan of Knives-t játszanánk? Csak ugye nem spell, mármint hogy ez... Csináljuk így. Csináljuk így, ennél hatékonyabb nem lesz szerintem. Jó. Mert ugye a Preparation ingyenessé teszi a Fan of Knives-t, és a Burglar pedig ad nekünk a... Tehát a Fan of Knives húzni fog nekünk. Ah, a bulgárokat egyelőre szerintem. Na jó. Mondjuk most, hogyha innervétet kapok belőle. Az vicces lenne. Aha, mert akkor ezt kijátszom. Na nem á, na várjál, tehát klasszkárdot ott nem a kezéből ad. Jó, az úgy azért mindjárt jobb. Oké. Okay. És így húztunk lapot. Milyen érdekes, hogy ott maradt az előbb egy. Jó, semmi. Na játszunk tovább. Malorn.
Shuffle this minion into your deck. Na, és kezdődik a millezés. Ó, na gyere. Úgyis akartam még preparation-t, és kaptam is, köszönöm szépen. Naturalize. Ó, ez így nagyon jó kombó. Naturalize, Cold Light, ezzel itt tényleg lehet millálni. Oké. Okay. És saját minionra is rá lehet rakni. Szép. Szép. Na, tehát akkor egy preparation. Két preparation. Egy fan of knives. Még egy preparation. Még egy fan of knives. Egy bulglár. Két bulglár. És mivel millel... Mivel millelni fog, ezért ezt még ezek csak kirakni. Ó, a híres neves Tree of Life. Igen. Igen. És kirak még egy Cold Light-ot, amivel felhúz még egy innervétet. Vagy mi ez? Na az. Igen. És ezt a végtelenségét tudja csinálni egész addig, amíg van paklink. Remek. Az a baj ebben egyébként, hogy nincs Fan of Knives-on. Még jó, hogy nincsenek most Fan of Knives-aim, bár gyakorlatilag itt lesz a vége a történetnek. És még semmit nem játszottam ki. 2 plusz 2-t adok a minionjaimnak. Jó. Szóval most nincs a kezembe preparation. Ó, de szar. Almost out of cards. A tango, a tango, a tango. Gyakorlatilag tele van a kezem, ha jól számolom. I'm out of cards. Na és innét jön a szívás. Gyere, mi a gyúj? Na, jó. Akkor most. Where shall I strike? És ugye itt az a probléma, hogy ugye még húzat 3 kártyát és végén van. És itt a vége, fussál véle. Jó játék ez. Hát ez szép volt igazán. Na jó. Rájöttünk, hogy Mildruid ellen még mindig nem jó ez a pakli.
Remélem, valami értelmes ellenfelet kapok most. No. Lopkodós Priest barátunk, gyere. Ez így nekem tökéletes. No hát, akkor lássuk. Ugye preparation, utána mi játszhatunk coint, mert ugye akkor arra fog bizony. You shall not pass. Ó, de tauntolunk. Na, akkor ide figyelzel. Aha. Hát ezt szerintem nem szeretném. Jó, menjünk tovább. Még ez a 6-2 ez pont jó, tehát csúnya lenne, hogyha... Divine Spirit. Na hát akkor... Preparation. Fan of Knives. Preparation. Fan of Knives. És akkor egy bulgár. Jól. Na, és így rendben is vagyunk, azt hiszem. Azt jó silence-re nem számított, attól félek, szegény. You shall not pass. You shall not pass. Erre a megmozdulásra még én nem számítottam. Na hát, akkor bulgározunk. Aha. Here we go. Akkor ütjük arcát, jó. És nagyjából ennyit tudtunk csinálni most. You shall not pass. Vajon mi a fenére készül? Igen, nekem már csak ez érdekel. Na igen. Na de majd a következő körről meglátjuk. Most hogyha egy van-van kopit csinál van-vanos minionokról, legalább tele lesz a kezem buglárokkal. Ez jó, mert mondjuk a következő körben akkor lejátszhatom. És mindenféle random... Hú... Tuti, Inner Fire-ről játszik. Azza hát. Hogy tudtam? Ez egy jó kombó egyébként. The spirits be restless. A tango? A tango? Na erre még ő nem számított, gondolom. Here we go. Azt hittem, hogy innét már megvan, gondolom, de hát... Ez egy nagyon csúnya húzás volt, de nekem tetszett. You have been. Jó.
Ez nagyon jó volt. Oké, okay. Van-e még valami, amit szerettem volna ma játszani? Most ugye annyira nem tudom, nem vonzanak annyira Murloc paladinok, tehát megnézem, hogy mit lehetne belőle kihozni, meg min van, de ugye azért lenne jó, mert de jól csúszik itt valakinek az égszíja. Szóval lehetne vele és a Murloc Knight-tal, de az is paladin lap, nem? Vagy ez... Na igen, paladin lap. Vele játszani. És adott esetben még lehetne aljaskodni. Például ezzel, de az meg nem mindenre jó, de mondjuk Divine Favor-rel. Feltételezve, hogy a másiknak tele lesz a keze mindenféle lapokkal. De mondjuk Railing Blade-del. Na jó, ezt még megnézem. Ezt az egyet még megnézem. Mert ugye a Hero Power-t azt az első körben megkapom, ki tudom rakni. Aztán Railing Blade, csak utána megint top deck módban játszom. Ami meg nem annyira jó. Tehát ahogy leszedik a... Tehát ahogy elfogy a Railing Blade, meg a Murloc Knight, és akkor onnan gyakorlatilag végem van. És a rogue ellen meg, ha csak nem mir rogue. De én ezeket megtartom. Mert hogy... hogy az Inquisitort kirakom első körben, második körtől tudok Murlocokat idézni, harmadik körbe kirakom hozzá Murloc Knightot, nem lesz ebből gond. Semmi. De ez mondjuk az a Bladed Cultist, ez egy kemény dolog, ugye? Yeah. Igen. Nyilván lecsapja az egyik Murlocot. Nem, arc. Face is the place, ugye? Jó. Na, akkor most az van, hogy Railing Blade. For justice. Ennek illetve több értelme van. Go ahead. Hoppá. Hoppá, hoppá, hoppá. De pont őt csapod le, akkora hülyeség. Most itt még kirakadtam volna, de nincs értelme. Go ahead. Go ahead. Make my day. Hát nekem ez jó. Csak azt mondja, hogy Railing Blade. És kirakom inkább. De nem. Hero Power-ra játszunk, nem fogyasztunk kártyákat, ugye. Én nem annyira értem a Railing Blade-et, de most komolyan. Ja, hogy a Divine... Hülye vagyok, tehát a Divine Shield-es... A Railing Blade-et sokatszor olvasom félre egyébként. Tehát a Railing Blade-del mindig ez a problémám. Hogy nem olvasom el, hogy a Divine Shield-es minionoknak ad 1 plusz 1. Na, tele vagyok Murloc Knight-okkal, úgyhogy én ezt most megjátszanám így ebben a formában. Remek. Na most Van Cleef... Van Cleef-et nem ütöm meg, mert ő majd úgyis meg fog ütni engem csúnyán.
Igazából mindegy. Viszont akkor nem tudom, melyik volt az a fegyver, ami idézéskor minionoknak adott. Igen, na gyere Van Cleef. Jó. Jó, de ez jó. Van Cleef az egyik legjobb roguelap szerintem egyébként. Jó. Na hát akkor. Hogy csináljuk? Murloc Knight. Végtelen value. Mondjuk ezt face-re kellett volna, mert a két Murloc Knight-ot most úgy le fogják szedni, mint a shit. Ugye, ha nem arcra jön. Egy. Igen, trade. Istenek, face is the place, ugye. Az egy 2-2-es marad. Uh-huh. Jó. Jó, 8. Akkor. 1. Azért nem rakom ki, mert nem fog tudni idézni oda. Viszont... Jó, hát 8-at tud beverni ugye arcba. Go ahead. Uh-huh. Remek. Hát ez így már közel van a letálishoz. Jó. Igen. Milyen hülye lettő volna azzal trédelni egyéb iránt. Na várjunk csak. Hármat tudok ütni, azzal egyik Van Cleef-et se tudom leszedni. Viszont így igen. Kilencnél járunk. Hát ebbe a körbe hatot tud ütni. Ha nagyon összeszedi magát, úgyhogy ez még akár meg lehet. Két Murloc Knight-ot nyilván leszedi. Igen. Másikat is. Igen. Na, és akkor most mi van? Úgyhogy az a gond, hogy én őt lekapom simán. Igen, hívok még egyet. És beütök egyet arcra. Igen, azzal egyes sérülsz. Szerintem ennek nem nagyon számolt utána. Mert hogy neki matematikailag nincs esélye, mert minden labból kap csak minion. Én pedig ugye Hero Powerből, amivel lapok felett játszok. Na és akkor így a végére sikerült összematakozni, hogy ezt ő elvesztette. Jó. Gyakorlatilag egy csomó kasztal kipróbáltam ezt a Tavernbrawlt, és úgy gondoltam, hogy vicces, és elég sokat is nyertem. Úgyhogy szerintem ezt most itt így befejezhetjük, ez 6 darab győzelem volt. Valamivel több, mint egy óra alatt, szerintem ez most így legyen elég. Ennyi volt a
top 2-es Tevőn Brawl-nak a nagy testvére, a top 3. Remélem élveztétek legalább annyira, mint én örülök, hogy megnéztetek. Sziasztok!